szomorú, nagyon nem tudom feldolgozni. De az, amin én átmentem, s amit én jártam, belém vagyok most is betegedve, csak próbálom erősíteni magamat, de nem könnyű ezt átélni. Egy ilyen nagyon furcsa érzés volt bennem mindig, egy ilyen feszültség, egy ilyen rossz érzés, egy félelem. Azt a helyet, azt kikerülni, ki kell kerülni. A periférikus látás zónájában láttam, hogy nekem úgy tűnt az, hogy egy fiatal nő fölrepül a levegőbe, és lezuhan, és hallatszott a hatalmas robbanás. Hívattak a szekuritátor, emlékszem, hogy édesapám kísért le. Elég mélyen érintett, mert meglepődtem, hogy egy 15 éves gyereket ilyesmiért becitálni azért mégiscsak hogy lehet. Mivel elévült a bűncselekmény, tovább nem nyomoznak. De sem engem, sem másokat nem hagy nyugton az a tény, hogy valaki bűnös egy ártatlan kisgyermek haláláért. Azt gondolom, hogy igen, a valós, a kommunizmus valós áldozatairól beszélünk, és tényleg egy gyerekről, aki bárki lehetett volna.